Egyszer elaludtam közvetítés közben. Elaludtál? Igen, nagyon fáradt voltam. Nem mondod, de mit közvetítettél? Síugrás volt, kérlek szépen. Síugrás volt. Atya úristen. De a nézőknek feltűnt? Nem, ugye, és az történt, hogy kikászálódott a fickó a sánc tetejére, tudod? És akkor ott leül, összeszedje a bátorságát, megmutatják neki a szelet, stb. És kiült a fickó, és én elmondtam, hogy ő a finn, nem tudom, hülye pejve, aki az előző versenyen, nem tudom, 12. lett, és tavaly ilyenkor a világkupán, és ő még mindig ott készülődött. És én ezen a ponton elaludtam. És arra riadtam föl, hogy valaki repül a levegőben. És ez egy ilyen infarktusos állapot volt, mert nem tudtam, hogy ez kicsoda, nem tudtam, hogy hányadik ember azóta, hogy elaludtam, hogy ez, és ilyen páni félelemben néztem, hogy és írják már ki. És leért a fickó, és kiírták, és kiderült, hogy ez ugyanaz a fickó. Ez egy pár másodperces alvás. Most azt kérdezed, hogy annyira fáradt voltam, ugye rádióztam, tévéztem, 3 kisgyerek, mit tudom én, és annyira fáradt voltam, hogy az alatt, amíg ő lecsúszott és elugrott, tehát valóban pár másodperc, olyan mélyen elaludtam, hogy nem érzékeltem, hogy mennyi idő telt el. És fönt elmondtam, hogy ő kicsoda, és lent elmondtam, hogy 89 métert ugrott. Azt a mindenit, és senki nem jött rá. Hát senki nem jött rá, de mondom, ez valamint azért változott.